nagyon jövünk. Liget, oké. A Dóczi katonai nőtéren vagyunk, az alakulattal szakasz éles védelemben hajtottunk végre, ami azt taglalja magában, hogy egy védelmi állást alakítottunk ki a szakasznak a rajjaival. Többségben felváltva mozogtunk előre egy harctéren, ahol megtámadtak minket és őket kellett visszaszorítanunk, ezáltal megnyertük a védelmi harcot. Tartalékosként próbálunk felfejlődni a szerződések szintjére, természetesen rengeteg előkészülettel járt ez az egész, több mint 3 hónapja készültünk erre a mozzanatra. Ugye ez harcászati mozzanattal egybekötött rajéles lövészet volt, menet gyakorlatokkal, körletfoglalással, sebesült szállítással. Ma egy szakaszvédelmet gyakoroltunk, hogyha a szakaszt támadás éri, mi ugye azt hogy fogjuk lereagálni, véghez vinni. Nyilván itt közrejátszott a rajparancsnokoknak és a helyetteseknek is a sok munkája, de köszönhető ez legjobban a kiképzőinknek. Az átszázás célja az, ugye, hogy rejtetten és fedetten tudjunk mozogni az erdőben. Látható az arcban például álcafesték, ugye ez mesterséges álca, és ugye vannak a természetes álcaink, amit a természetben találunk. A lövészt a saját társai teszik nagyon jól lövésszé, az ő egymásba való hitük, az összetartozásuk, a bajtársiasságuk és az, hogy képesek együtt egy olyan csapatot alkotni, ami sokkal többé teszi őket, mint amik akkor abban a pillanatban. A kijelölt állomány, akik a mai napon hajtották végre arra éles lövészetet, jól hajtották végre. Minden részeleme, ami ennek szegmense volt, ezt ők tökéletesen jól értelmezték, és ennek alapján az ő rajparancsnokaik által megkapott feladatokat jól hajtották végre.